Okay, még egyszer, ups, felolvasunk a verset. Sattvam harer anudyatahas tat pumsam api samatam katham tvavajyam kritavan anukshitan satam vratam. Az Úr tiszta baktája vagy, ezért az Úr mindig gondol rád, és bensőséges hívei szintén mind nagy becsben tartanak. Életeddel példát kell mutatnod. Csodálkozom tehát, hogyan tehettél ilyen szörnyűséget? Hát lehet beszélni szörnyűségekről, milyen bakták tudnak elkövetni, de mivel bakták mindig gondolnak Krisnára. Krisna ő tökéletes, Om Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudacsate. Ezért baktának a cselekvése is tökéletes. És lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy valami nem jól csinál, de nincs hiba. Mert a már maga az, hogy ahogy Srila Prabhupád a Bhagavad Gita magyarázatban is mondja, bakta sose csinál olyan, ami nem akar az Úr. Hogyha valamit gondolja, hogy megcsinálja bakta, és Krishna ezt nem akarja, akkor mondja Srila Prabhupád, akkor bakta nem fog ezt megcsinálni. Mert ő egyetlen egy szeretne egy dolgot csinálni, amit Krishnának tetszik, amit ő szeretne látni, vagy az ő akarata. Ezért nincs hiba a baktánkban. Még hogyha valamikor látszik. Volt, amikor, főleg ezt a tiszta baktákról most beszélünk, utána majd beszélünk, hogy rólam, aki nem tiszta bakta, mert itt bridge-bászik vagytok, ti már tiszta bakták vagytok számomra. De így magamnak így elmondom, hogyha nem bánjatok, kicsit beszélek magammal. Így jobb. Mindjárt úgyis lecsúszik, szokás szerint. Ez a keftelés a mikrofonnak. Hogyha nem csúszik le, akkor valami baj van a világgal. Nem, bolygók elmozdulták más irányba. Ezért remélem, hogy le fog csúszni. Egyszer egy bakta kérdezte Srila Prabhupádot, tanítványa, kedves Guru Maharaj, mondta Srila Prabhupádnak, örülök, hogy tudok jósolni, asztrológia nélkül, és mondta, kérdezte, hogy azt mondtad, hogy lelki tanító mester, Krisnának tiszta baktája sose hibázik. Azt mondja, és ez azt jelenti, hogy nem lehet kijavítani a tiszta baktát. De most volt egy TV report, és hogyha a bakta tökéletes, és akkor te vagy lelki tanító mesterem tökéletes, Srila Prabhupád erre válaszolt. Hát az én lelki tanító mesterem, Srila Om Vishnupad Paramahamsa, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj tökéletes, úgy válaszolt Srila Prabhupád. És akkor mondja, igen, de hogyha valami úgy látszik, hogy valami nem pont tökéletes, akkor lehet szólni lelki tanító mesternek? Srila Prabhupád mondja, hát mire gondolsz? Hát most, mikor volt interjú, akkor a gomb volt, nem volt jó begombolva.
Azt mondja, hát ez nincs kapcsolat a tökéletességgel, de ezt kell szólni. Mondja, most felvették, leadják a tévébe, és fognak mondani, hogy a Krisnásnak a gurúja nem tud begombolni kurtáját. Szóval valamikor ez nem, a technikai dolgok az nem számít hibának. Akkor azt csinálták, hogy hívták vissza a téviséket, újra vették fel interjút, normálisan begombolva. A másik alkalommal, a másik bakta, aki editálta a Srila Prabhupád könyveiket, és akkor mondta, Swamiji, guru tökéletes? Guru tökéletes. Akkor hogy lehet ezt megérteni, hogy akkor nem hibázik? Nem. Az én gurum nem hibázik, megint mondta Srila Prabhupád. És, de hogy mondjuk én egész nap, amikor írsz könyveket, én egész nap nem csinálok más, mint a hibáidat javítom a könyvekben. Akkor ez hogy lehet érteni, hogy mégis tökéletes, mégse hibázik a guru? Azt mondja, úgy, hogy a Krisnának tetszik. Hogyha a tiszta baktája hibát követi el, Krisnának ez nagyon tetszik, mert ő szereti őt. Ott van egy szeretett kapcsolat, és mivel ez a hiba tetszik Krisnának, az már nem hiba. Az már tökéletesség. Szóval így Srila Prabhupád magyarázta. Ennek a megerősítés, aki olvasta Srila Sivarama Maharajnak könyvét, Sadava, Hridayam, igen, ott lehet ezt olvasni egy egész könyvbe, ami megerősíti ezt a dolgot. Szóval egy szempontból a tiszta bakta maga már amúgy tudja, hogy kell viselkedni. És mikor látszólag van egy hiba, akkor mivel ez Krisnának tetszik, és Krisna mindent elfogad, tiszta baktától, mindent. Mert ott nincs semmi más kapcsolata között, mint vegyétetetlen szeretet, ezért ez hibátlan. És másik oldalon igen, hogy tiszta bakta tudja, hogy kell viselkedni minden pillanatban. Ezért itt is acsáre tudja, hogy mi az igazi viselkedés. Ezért van acsár és pracsár. Ezért van Srila Prabhupád, ő az acsárja, aki saját példával tanít, úgy fordítsunk, de aki tud viselkedni. Ahogy csak élőlény nem követi az Úrnak a szabad az akaratát, a tanítását, a vágyát, akkor eltévedt az ember, és nem tud viselkedni. Nem tud, hogy kell viszonyulni, és akkor egy hiba a forgatókönyv alakul ki. Akkor a szamszkárok késztetítenek viselkedni, vagy reagálni az élet különböző szituációkra. Hogyha van valakinek traumák, sérelmek, akkor meg fog sértődni, meg fog bánkodni, vagy dühbe fog esni, vagy kélyes lesz, vagy örült lesz. Sok minden fog történni, amikor nincs kapcsolat Krisnával. De mivel bhakta mindig Krisnával kapcsolatban van, akkor még hogyha ismeretlen helyzetbe kerül, neki nem kell hívni telefonon, vagy felmenni Vedabase-re, vagy pandit.hu-ra, és akkor megnézni, na most mit kell csinálnom ebbe a szituációba, hanem a tiszta szívből ő tudja, mit kell csinálni, és hibátlan lesz. És amit ő fog viselkedni, annak meg lesz találva erősítés, megerősítés a sásztrába is, és az acsárjákba, hogy ahogy ő csinálta, az hibátlan. Ezért pont ilyen szemszögből mi tudjuk vizsgálni mai verset, hogy egy tiszta bakta gyakorlatilag nem csinál hibákat. A példa erre található a Mahabharatban, amikor sok helyen, de egyik nagyon ilyen jó jellemzés erre, vagy igen, amikor Pandavák elmentek a Svayamvárára, és elnyerték Drupadinak a kezét. Ugye, ismerünk, hogy
megjelentek Brahmana ruházádba, a Drópád királynak az udvarába, a királyság udvarába. Persze kicsit furcsán néztek ki Brahmanák, akiknek ilyen bicepszek, mellkas, ekkora vála, ilyen, így néz ki a háta. Nem tudom, milyenek az ökle, és akkor Brahmanák jöttek. Brahminikus, vékony kis Brahmanák jöttek. De Krishna vágya szerint cselekedtek, ezért mindenki elfogadta, hogy ez egy Brahmanák. Közben legjobban lőttek, jászkodták is, főleg Arjuna. És ez csak ilyen bevezetés a történetben van, mert a lényeg, a példa az akkor történt, amikor visszajöttek, visszatértek, Eka Csákrába voltak akkor? Igen, visszajöttek Eka Csákrába, és a Kunti Dévi valamit csinált, el volt foglalva, amikor bejöttek fiai Draupadival, és mondták, anya, nézd meg, milyen daksint hoztunk, vagy igen, milyen adományt hoztunk, mit kaptunk ma. És akkor Kunti rögtön mondta, bármi lehet az, csak osszátok egymás, arányosan egymás között, vagy igazságosan mindenki egymás között. Csinál dolgokat, és hallja, hogy valami csend van. Akkor gondolta, hoppá, valami nem stimmel, és visszanéz, és akkor látja, hogy előtte áll Draupadi, és két Pandava fia így áll ilyen kérdőjelesen, hogy most ezt a lányt hogyan tudjunk osztani öt között. És megijedt a Kunti, gondolta, most mi lesz? Mert amit én kimondom, annak így kell lennie, mert egy védikus anya, amikor valamit kimond, az a törvény. Az nem lehet felülírni, nem lehet vissza. Ez náluk most mi a Kali Yugában, mi vagyunk az mi szavaiknak a gazda, mert mikor adjunk valakinek a szavat, utána nap nem tudjuk betartani, és akkor mondja, hát én vagyok az én szavamnak a gazdája, most adtam szavamat, most visszavontam. Ez a Kali Yuga. De védikus rendszerben, hogyha adtál a szavadat, aztán mindennek meg kell történni, hogy ez megtörténjen. És ezért Kunti Devi nagyon megijedt, itt is pracsár. Ez is egy nagyon fontos, hogy amikor adja valaki a szavat, akkor jó kell előre tudni, hogy ne legyen keresztbe a sásztra tanításoknak. És ő ezért megijedt, hogyha most mondta, hogy akkor legyen egy lánynak öt férje gyakorlatilag, akkor ez most nem szabad, nem történjen meg, és nem szabad, hogy ez a dharma ellen történjen. És megijedt, és akkor mondta, Yudhisthira, gyere te, vagy itt nálunk jó tanácsadó, kérlek, magyarázd el, old meg, mondd el, hogy hogy legyen most az egész rendszer, hogy a szavam is megtörténjen, másképp az egész dinasztiára szerencsétlenség fog jönni, hogyha nem tartjunk a szavamat. Viszont, hogyha a szavaim adarma, akkor az is problémát fog adarmat hozni a mi dinasztiára. És akkor Yudhisthira Maharaj mondta, ne aggódjátok. Amikor én átgondolom és belegondolom arra, hogy az egész, hogy a Draupadi lehessen minden ötöknek a felesége, nem érzem semmi ellentmondást a szívemben. És akkor Kunti Devi mondta, jó, köszönöm szépen, megnyugodtam. Neki ennyi elég volt. Miért? Mert Yudhisthira Maharaj sose hazudott életében. Ezért a szív nem volt beszennyezve. Ezért mivel ő pont volt a pracsár, ez a megfelelő, tudta, hogy kell viselkedni, ő neki nem kellett szentírás. Ő rögtön szívre ránézte a szívére, nincs semmi ellenmondás, mert sose volt szennyezve hazugsággal a szíve, ezért mondta, hogy ez helyes. És akkor így meg tudjuk házasodni mindannyian a Draupadihoz, nem lesz adarma, és anyukájunknak a szavát betartjunk, ez is dharmikus lesz.
Mindenki elfogadta, de mikor Drópát Maharács meghallotta, neki ez nem volt elég, hogy az ő szíve szerint nem lesz baj. Mondta, hát jó, annak, az én szívem szerintem baj, gondolta Drópád Maharács, a te szíved nem, de viszont nem volt, mert ő Drópádit kinek szánta, ki tudja. Arjunának, igen, akarta Arjunának legyen a feleség. Itt pedig összes öten lesznek a férje. De alázatos volt és intelligens, és ezért nem nagyon vitatkozott, de viszont tudta, hogy itt kell komolyabb bizonyíték, hogy a többiek is értsenek, hogy miről van szó, és ezért mondta Judistírna, eljött Judistírna, és mondta, kérlek, kicsit többet, bővebben magyarázd el, miért ez nem bűn, hogyha meg tudsz erősíteni többféle forrás alapján, akkor nem probléma. Szóval belemegyünk. Akkor mondta, jó, hát jöjjön a Vyászadev, és akkor előtt a Vyászadev, és akkor Vyászadev elmondta a sásztrát ős szempontjából, hogy miért jó, akkor mondta, ott vannak a pracsetek, hány pracsetta, hány testvér? 10. Nem? 10 voltak? És csak nekik is egy feleségük volt. Azt mondja, hát most 10-nek volt egy feleség, most itt. És akkor itt felsorolt a több ilyen példát, ami a múlt, a purána szerint, ez a purána szerint, hogy nem adarmikus, utána egy anyának a szavát, mint a követés ez, hogy miért ez dharma, és miért benne van az áldás, és jó. És akkor itt többféle módszer szempontból megerősítette, és akkor így elfogadta Drópát király. De ugyanakkor ez a történetet pont mutatja, hogyha bhakta, aki ragaszkodik Krisnának a szavaihoz, és szeretetem szolgál őt, akkor az ő viselkedése mindig tökéletes. Még hogyha úgy tűnik, hogy hiba, hogyha például egy lelkitanító mester, akinek a szívének egy vágya van szolgálni Krisnát, és hogyha úgy látszik, hogy valami külsőleg hibát követi, vagy mondjuk nem jó idízi sásztrát, vagy valamit, és tanítványok utána ilyen hibásan csinálnak, az tökéletes, mert Krisna ezt elfogadja. Jobban elfogadja, mint hogyha mások, amikor kritizálni fogják, hogy ő nem jól csinálta a te gurút, vagy így. Szóval ugyanúgy voltak olyanok, akik Srila Prabhupádot nem annyira, hogy mondjuk, szerették, és akkor mondták, hogy volt egy hiba a Premadvániba, ami Srila Prabhupád csinálta. De mi ISKCON követők, hogyha mi Srila Prabhupád után Premadvánit úgy követjünk, ahogy ő, akár van hiba, akár nincs, Krisnának ezt tetszik, ő elégedett. Itt megint a fontosabb a szeretet, mint a valami kis részlet, technika. De amúgy a mi oldalról, hogy hogyan mi tudjuk megtanulni jól erre, az acsár. Viselkedésre. Ugye? Sanatan Goswami írta Vasnaváknak könyvét, ami tanítja az acsára, ez a Hari Bhakti Vilász, hogy megtanítja, hogy mi a helyes viselkedés. És hogyha valaki meg tudja tanulni, hogy helyes viselkedésre, az acsára, annak automatikusan jönnek az áldások. Amikor valaki nem tudja, hogy kell viselkedni egy vaisnávnak, egy embernek, akkor, ami most látjunk a világban, ez történik. Akkor jönnek a háborúk, a pandemikok, a krízisek, válságok, mindenki értelmileg fogyatékos lesz, mert azt gondolja, hogy anyagi vágyok teljesítése, ez az életnek a célja, akkor káoszban van a világ, és mindenki szenved. Ez, amikor valaki nem tudja, mi az acsár.
És Hari Bhakti Vilászban van nagyon jó vers, amit mondja, Sisi Radha Shama Sundar Ki Jai. Minden versnek ez a célja. És akkor Acharo Bhuti Jananam. Figyeljünk egy kicsit, hogy milyen érdekeset tanít minket Sanatan Goswami. Hogyha Acharo, hogyha valaki tudja, hogy kell viselkedni, akkor Acharo Bhuti Jananam, ez azt jelenti, hogy akkor ember híres lesz. Mert aki tud viselkedni, csodálatos, nemes viselkedés, ez nagyon vonzó, és mindenki dicsérni fog, dicsőíteni. Acharo Kriti Vardanam. Akkor a Jananam, bocsánat, ez a Vardanam, ez a híres lesz, és mindenki fog nagyon dicsérni. És a Jananam, ez a gazdagság. Aki tudja, hogy kell viselkedni, akkor gazdasági rendszer az ő életében lesz tökéletes. Nem lesz probléma. A gazdagság vonz. A helyes viselkedés vonz a gazdagságot, a hír, hírnévet, hírség, hogy ember híres legyen, ezt vonza. Archanam vardate vajur, vajú, vagy vajusz, ájusz, ajur, ez minden lehet így mondani, egészséges lesz. A test, mint a pszichika, mint a fizika, maga a helyes viselkedés befolyásolja a testnek a működését és a pszichikának a működését. Szóval egészséges lesz pszichikailag és fizikailag. Csak az, hogy valaki tudja, hogy kell viselkedni, mondja Sanatan Goswami. Acharo Hanti Lakshana. Az azt jelenti, a helyes viselkedés szétosztja minden kedvezőtlent. Úgy emberek próbálnak talizmánokat gyűjteni, mindenféle szimbólumokat, már sérvet kapnak a nyakok, ma annyi minden ráraktak magukra, szimbólumok, meg vibrálásokat, meg fából, fémből, olomból, mindent, már sérvek vannak, minden. Nem kell. Kell baktává válni, mert akkor megtudjunk, hogy kell viselkedni, és ez a legjobb talizmán, a bakta viselkedés. Hogy kezdődik? Ugye? Mi a praktikus, ami, hogyha valaki szeretne ezt az acsárt elsajátítani, milyen praktikus mai napra meditációt tudjunk kapni? Ez a korai kelés és reggeli szadana. Hogyha valaki ehhez ragaszkodik, akkor ez az alapja és ez a kapu nyitja a kaput a helyes viselkedéshez. Ha valaki, miért? Mert mi akkor szinkronizálunk, mikor mi reggel kelünk, megfelelő időben, legjobb a Brahma Muhurta elején, vagy előtt, vagy közben legalább, napkelte előtt, akkor mi szinkronizáljunk a mi tudatunkat, a testünket, Krisnának az akaratával, Krisnának a vibrációval, meg a testünknek is fontos, hogy hogyan működjön ritmussal, és ez a rita szó, ami azt jelenti, hogy ritmus, azt jelenti, hogy ritus, és ez az alapja, mert az acsár, helyes viselkedés, ez mikor én az én tudatomat szinkronizáltam Krisna tudattal, és ez fog alapozni nekem eredményezni az acsárt, helyes viselkedést. Szóval, hogyha mi reggel ezt kezdjünk csinálni, akkor mi már elfogadtunk, mi megcsináltunk ezt a ritmus szinkronizációt Krisna tudattal, akarattal, ugyanakkor ritmus, mint a testünk, mert akkor igazából, most nem megyek bele az ajurvédába, de akkor kezdődik a testnek az új funkcionálás, amikor Brahma Muhurtában valaki felébred, hogy dósákat beállítjon, és utána 24 órában tökéletesen fog működni, és azok, akik ezt csinálnak, ezt mondjuk csak testet mondja, nem lesz beteg. Meg hogyha karmikus betegségek minimálisra fognak csökkenteni, csak azért valaki tud, mikor kell kelni. És, de nem az a legfontosabb, nem fontos a test, de hogyha mi
keljünk korán, akkor mi szépen, fokozatosan meg fogunk tanulni acsárt. Mert tudatunk képes lesz befogadni és érteni, mi az acsár, és tudjunk helyesen viselkedni, és hiba nélkül. Na, ilyen sose volt, hogy vége. Mi van 4 percünk? Vannak esetleg kérdések? Igen. Hogy Kunti király jövődését hívta, amikor kérdezni akarta, hogy ez helyese, amit mondott. De Kunti királynek nem volt ugyanolyan tiszta és igaz mondó, mint Jövődést, ami nem tudott, nem hallgathatott a saját szívére? De ő tiszta volt és hibátlan, ezért nem volt hiba, amit kimondta, de viszont van mindenkinek a szerepe, és Jüdistír Márács, mint egy király, mint egy idősebb fia, kell, hogy ő az anyának a szavait megerősítsen, mert akkor így Kunt is védelemben van, abból szempontból, hogy akkor lehet mondani, nos mi ez a nő, itt kitalálta, az történjen. Lehet így mondani. De amikor ott volt egy védelem azáltal, hogy a fia, aki bölcs, aki ismert, mint egy bölcs, ő ezt megtámasztotta Kuntinak a szavat, akkor így egyik dolog meg lett volt Kunti Dévi védve, a másik oldalon ki volt emelve, hogy ő hibátlanul mondta. És meg volt erősítve ezzel maga a dharma, Jüdistír Márács, ez erre is fókuszált, hogy anyának a szavát követni, vagy apjának a szavát követni, ez a dharmánk, ezt kell csinálni. Szóval a több, mondjuk több eredmény érte el Jüdistír Márács és a Kunti Dévi ezzel a történettel. Jó? Igen? Mikor kellett? Gondolom, hogy megállítsa ezt a harcot. Hát mikor, most itt le van írva, amikor már dűbe kezdett mindenki gurulni, ugye mikor már nem a Dhruva Maharács, hanem ott a jákság, már mindenki ott már ment a egyre jobban dű, bosszú, támadás, akkor gondolta, leállítsa. Aztán... Hát... Különböző helyzetek. Most én nem tanulmányoztam annyira részletesen a történetet, ezért biztos ott van a pontos válasz. Csak mivel én nem voltam benne annyira részletesen, annyit csak tudok mondani, hogy különböző helyzetek vannak, ott van mind a ketten király, Dhruva Maharács király, és Ambarís Maharács is király. Ambarís Maharácsot is támadták, ő nem védekezett. Ugye ő mit csinált? Ő mondta, jó, hogyha Krishna ezt akarja, hogy Durvasa Muni által legyek megülve azzal a démonnal, akkor elfogadom. És ez helyes volt. Dhruva Maharács védekezett, tiszta bakta volt, támadták megint ott is, akkor itt ez helyes volt. De hogyha mi megnézzünk részleteket, hogyha valaki tudja, biztos van, hogy mi a részlet, akkor fogunk érteni, miért ő így csinálta, miért ő így csinálta. Hogyha valaki... Prima, majd prima. Dhruva Maharács nem bosszút állt, hanem tehát nem azért támadta meg a jogságot, mert a bosszút állt kintőtte. Ő egy tiszta baktaként kötelessége volt, mint király a Vaisnava halálát úgymond viszonozni. Mert ha nem teszi, akkor ezzel a dalmát sérti meg. És akkor, amikor ő harcol a jaksággal, akkor
Igen, köszönjük szépen. Megvan oldva a kérdés. Köszönjük, igen, tökéletes. Oké. Okay. Lejárt az időnk, köszönjük szépen. Sisirád Hásyama Sundar Ki Jai, Grantarach Srimad Bhagavatam Ki Jai, Nitai Góra Premanandi Hari Bo, Góra Bhaktavrinda Ki Jai.